Ciberjéné Szitó Mária, tanár, könyvtáros, művődésszervező, tájházvezető életére, munkásságára emlékeztek Szadán. Hamarosan megújul a Galga Hévízi Szent Miklós Római Katolikus templom, valamint további fejlesztések várhatók a településen. A hirtelen jött jégeső és a faluban gyülekező méhek sem szekték kedvüket a szórakozni vágyóknak a Szadai Napóra Fesztiválon. Idén is háromnaposra tervezik a Galga Hévízi Falunapot. A település polgármesterével beszélgettünk a programokról.